Értékálló, egyedi ajándékok, Kecelen és Soltvadkerten, az Astron Ura X-er szaküzletekben. Arany, ezüst ékszerek, gyűrűk 15% árkedvezménnyel. Szavatolt minőség, brilliáns csillogás. Svájci és egyéb világmárkák, divatórák, korrekt akcióban. Astron vásárnapok. Karórák, zsebórák 20% kedvezménnyel. Június 18-áig. Kecelen és Soltvadkerten készséges szakemberek várják Önt az Astron óra és ékszer szaküzletekben. Mert számít a szakismeret és a tradíció. Tengerészgyalogosok és diplomaták Halason Amerika napot tartottak a Sziládi gimnáziumban. Kézműves és sportos, többféle tábor várja a gyerekeket a vakáció idején. Kicsik, nagyok együtt dobták a kockát, társas játékok éjszakája a könyvtárban. Kamiont húztak, traktor abroncsot görgettek, erős emberek versengtek Halas főterén. Jó estét kívánok, ez a Halas Televízió hírösszefoglalója június 9-én csütörtökön. A Kecskeméti Járásbíróság a napokban egy hónapra elrendelte a letartóztatását egy 16 éves kiskomajsai fiatalkorú férfinak, akit jármű önkényes elvételével, lopással és rablással gyanúsítanak. A megalapozott gyanú szerint a fiatal társával együtt április 14-én éjszaka bement egy majsai ház udvarába, hogy onnan egy gépjárművet elvigyen, amivel a rokonaihoz akart utazni. A gépkocsit azonban mélykúton hagyták, majd gyalog mentek tovább. 15-én a hajnali órákban elvitték egy jánoshalmi férfi tehergépjárművét a benne lévő szerszámokkal és 200 000 forinttal együtt. Májusban egy utcán leszólított férfitől vette el a telefonját. A bíróság döntését az ügyészség, a gyanúsított és védője tudomásul vette. A gyanúsított törvényes képviselője az ülésen nem vett részt, így 5 munkanapja van a fellebbezése előterjesztésére. December 31-ig tovább igényelhető az eredetileg június 30-án lejáró falusi csok, így további fél évig lesz elérhető térségünk kis településein is, tette közzé Bányai Gábor országgyűlési képviselő. A választókerületben Bács-Szőlős, Balotaszállás, Borota, Császártöltés, Csikéria, Imrehegy, Hajós, Harkakötöny, Kelebia, Kéleshalom, Kisszállás, Kumbaja, Kunfehértó, Mélykút, valamint Pirtó, Tataháza, Tázlár, Tompa és Zsana települések érintettek ebben a támogatásban. Részletes információk a falusi csokról a család.hu weboldalon érhetők el. Még a tengerész gyalogosok is eljöttek. Amerika nap volt a Szilády Áron Református gimnáziumban. Diplomaták és katonák is előadást tartottak munkájukról, az oktatási szakemberek pedig a továbbtanulási lehetőségekről számoltak be az érdeklődő fiataloknak. Maróti Bence és lelkes segítői bonyolították le az eseményt, melyről a nagykövetség diplomatája elismerően szólt. Belépés csak útlevéllel. Határállomássá alakították a diákok a Szilády Áron Református Gimnázium főbejáratát, mindenki személyre szóló úti okmányt kapott. Most Amerika nap van éppen, és az útleveleket osztjuk ki, amiben mindenkinek a nyakában lesz egész nap, és a mai napi programja bele van írva, hogy hova kell mennie és mikor, és itt pedig a határnál pecsételtetik le. A Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által meghirdetett pályázaton nyerte el a szervezés jogát ebben a tanévben. A pályázatot Maróti Bence vette észre. Én ezt, ahogy megláttam, rohantam az igazgató irodába, és megbeszéltem igazgatónővel, hogy nekünk erre pályáznunk kell. Ő is egyetértett, nagyon nagy szeretettel fogadta ezt az ötletemet, és innen elkezdődött a szervezés. Mindenki nagy örömmel fogadta ezt a dolgot, hiszen ez egy egyedülálló dolog az országos szinteken is, és mindenki szeretné azt, hogy az iskolában minden a diák részesüljön ebbe a programba, hiszen nagyon sok előnyük származik ebből.
A programban itt vannak az Education USA képviselői, ők amerikai egyetemekről tartanak előadásokat, ösztöni programokról, ez éppen a legaktuálisabb dolog szerintem itt minden tanuló számára. Ez mellett pedig az iskola egy zárt tér, ahol a tanulók az iskola falain belül nyilván lexikális tudásra tesznek szert, de én úgy érzem, hogy fontosak az ilyen alkalmak, amikor a tanulók nyitnak a világ felé, és igazi világpolgárokkal válhatnak, az iskola ezt is nyújtja a tanulók számára, ez a program ezt szolgálja. Megtelt a tornacsarnok a diákokkal, amikor a nagykövetség védelmét ellátó tengerészgyalogosok és a követség diplomatái tartottak előadást a munkájukról. Christopher Hallett, az amerikai nagykövetség politikai gazdasági osztályának diplomatája elismerését fejezte ki a szervezőknek. Ezek a programok nagyon fontos részei a követség munkájának, hiszen a két társadalom az emberek közötti kapcsolatokat igyekszünk erősíteni. Én és a többi kollégám is szoktunk ilyen programokra járni, hiszen fontosak nekünk ezek. Itt a mai fogadtatás és a szervezés igazán kiemelkedő. Nagyon kitettek magukért a diákok és a tanárok. Nagyon bízunk benne, hogy sikerült sok új információt megtudniuk a résztvevőknek Amerikáról. Varga Judit, az intézmény vezetője beszédében arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a nyelvtudás hiánya nagyon nagy korlát a jövőjüket illetően. Véleménye szerint az ilyen napok nagyon motiválók tudnak lenni. Én azt tapasztalom, hogy még mindig akadályok, és minden gyerek, sőt magamat is beleértve minden ember esetében ezeket meg kell tudni ugrani. És egy-egy ilyen program abban segít, hogy olyan motivációt, belső hajtóerőt ad az embernek, hogy mégiscsak van értelme azt a nehéz nyelvtant megtanulni, azt a házi feladatot megírni, van értelme kommunikálni, mert milyen jó, hogyha tudok hozzászólni a másik emberhez. Hogyha nem jönnek ide ezek az emberek, az angol anyanyelvű emberek, akkor a gyerek ugye ezt csak el tudja képzelni, és esetleg elveszíti ezt az álmot, vagy ezt a motivációt, de hogyha itt vannak a tengerészgyalogosok, a diplomata, akkor azt látja, hogy ezek igenis húsvér, valóságos helyzetek, szituációk, és látja a nagyobb diákot, látja a tolmácsot, aki velük van, és szerintem ez hozzásegíti ahhoz, hogy bent tartja őt a tanulásban. Pár nap és megkezdődik az iskolákban a nyári szünet. A gyerekeket a vakáció ideje alatt különféle táborok várják, így felügyelet alatt élményekkel gazdagodva tudják eltölteni az idejüket. A Halas Média szerkesztősége elkezdte összegyűjteni a szervezés előkészítés alatt álló tábor lehetőségeket. A folyamatosan frissülő cikket a halasmedia.hu oldalon tudják olvasni. Várjuk a táborszervezők jelzéseit is, hogy minél több lehetőség közül választhassanak a gyerekek és szüleik. A kínálatban idén is szerepelnek kézműves, illetve sporttáborok, és iskolák is szerveznek táborokat. A térség természetes, kijelölt fürdőhelyein is elindulhatott a nyári szezon. A Bács-Kiskun megyei eddig vizsgált természetes, kijelölt fürdőhelyeknek megfelelő a vízminősége, közölte a napokban a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Ide tartozik a Vadkerti tó, a Kiskunmajsai Szabadstrand és a Kunfehértói Szabadstrand is. A népegészségügyi főosztály munkatársai a fürdési idény alatt fokozottan ellenőrzik a közegészségügyi, járványügyi előírások és egyéb a fürdőzők és dolgozók egészségének védelme érdekében hozott intézkedések betartását, áll a közleményben. A vízvizsgálati eredmények fürdőhelyenként a kormányhivatal honlapján érhetők el. A tájékoztatás arra is felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken nagyobb a fürdőzés kockázata. Az erős emberek versenye volt a főtéren megrendezett városi sportnap egyik leglátványosabb eseménye. 12 mindenre elszánt versenyző mérte össze erejét a szépszámú közönség előtt. Ezzel párhuzamosan a Halasi Média és Kultúra Kft. Szervezésében lehetőség volt arra, hogy az érdeklődők több sportágat is kipróbálhassanak. A 7,5 tonnás kamion elhúzása volt a városi sportnap erős ember versenyének egyik leglátványosabb száma. A szépszámú közönség biztatása mellett húzták a jókora járművet a nevezők. Nem véletlen, hogy Kocsis Andrásnak éppen ezek a percek tetszettek a legjobban. Az igazság az, hogy nem régen költöztem vissza Kiskunhalasra, és napokban láttam azt, hogy mégis megrendeződik ez az erős ember verseny, mindenképpen kijövök, és nagyon-nagyon tetszett.
A kamionhúzás az fantasztikus volt, nagyon tetszett. A sportot azt támogatni kell, tehát hogy mozogni kell, erőt, egészségesen élni, ez mindenképpen fontos. Öt szám várt a 12 versenyzőre, több 10 tonnát kellett megmozgatniuk. Mi halasiak persze a hazai versenyzőnek, Locskai Józsefnek szólítottunk legjobban. Józsi pedig úgymond hozta a kötelezőt és nyert. Annak örült legjobban, hogy helyi nézők előtt versenyezhetett. Hála jó Istennek összejött sok év után. Eddig nagyon jó hangulatú a verseny, sok néző jött ki. Az eddigi 3 versenyszám alapján az első 3 benne vagyok. Ha sikerülne a végén megtartani, ennek örülnék nagyon, főleg itt van lassan. Az eredmény is számít, meg az, hogy az ember a versenyt végigcsinálja, és abban legalább magának is bizonyít versenyről versenyre. És persze sérülésmentesen. Bartalos Tamás volt a verseny játékvezetője, szervezője és speakere. Ő azt is megmutatta, hogy mekkora ereje van. Én erre vágytam, ami most itt van. Tehát én el kell mondani, hogy 10. évet csinálok versenyeket, most ezzel, ami itt volt közönség létszámra, szurkolásra, drukkolásra, a top 3-ba benne van. Én úgy gondolom, hogy a közönség most olyat látott, és ezt még fog látni, amit mostanában nem. Versenyzők nagyon jól érzik magunkat, nagyon jól küzdenek, szerintem a közönség csillagos ötös szerintem minden téren. Beállunk a két gát közé, előre lévő lábunkon van a testsúly, és felkészülni, vigyázz, hopp! Több sportág is bemutatkozási lehetőséget kapott ezen a napon. Népszerű volt az atlétika, valamint egy új sportággal, a Root Fitness-szel is megismerkedhettek az érdeklődők. Azaz, nagyon jó! Akarsz még egyet kipróbálni? A technikai sportok kedvelői is megtalálták a nekik tetsző látnivalót. A Kiskunhalasi Offroad Egyesület a különleges járműveit állította ki a téren. A fő jellegzetességgel fölállunk, jobban fogod látni, megmutatom, hogy hát az átlag autókkal ellentétben ennek az összes kereke kormányozható. A gyermekeknek egy különleges próbatételt kellett teljesíteniük. Van 7 stand itt a sportnapon, mindenhol van egy betű, amit kapsz. Mi vagyunk az 5-ös stand, Zsebő Marcinak a bukott kiállítása. Itt kapsz egy P betűt, és ezeket kell összegyűjtened. Sok volt az érdeklődő, Zsebő Marcell országos bajnok gokart versenyző sátránál is. Elhoztuk a gokartjainkat, meg a kupájainkat. Hát igen, még lesz verseny nem sokára. Lesz egy országos bajnokság Ausztriában, Brugba. A rendezvény megmutatta, hogy milyen sokoldalú és sokszínű kiskuhalas sport élete. Délutántól késő éjszakáig próbálgatták a különféle játékokat. Kiskunhalas első alkalommal csatlakozott a Társas Játékok Éjszakája elnevezésű, világszinten is nagy népszerűségnek örvendő program sorozathoz. A Martonosi Pál Városi Könyvtárban gyermekek és felnőttek egyaránt jól érezhették magukat. Most gondoltam volna, hogy van belőle társas játék. A Társas Játékok Éjszakája elnevezésű program keretében kicsik és nagyok ültek asztalhoz, hogy különféle játékokat próbáljanak ki. Az időpont igen rendhagyó volt, egészen éjszakáig nyitva volt a Martonosi Pál Városi Könyvtár. A mai napon van a Társasjátékok Éjszakája, ez a Nemzetközi Társasjáték Napnak a magyarországi megvalósítása, illetve a mai napon délután még egy Carcassonne versenyünk is volt, ez a megyei fordulója volt a Társasjátékos Kupának, ugye, amiről már korábban is a nézők hallhattak, és ez 3 órakor fejeződött be, és 3 óra óta pedig itt a srácok már játszanak. A résztvevők szerint érdemes lenne minél többeknek eljárniuk ilyen estekre, hiszen közösen játszani másokkal nagyon jó közösségépítő program. Játszani jó, tehát hogy ezt az érvet tudom felhozni, meg nyilván a társasjátékoknak van egy olyan pozitív része is, hogy nagyon változatosak. Tehát hogy nincs két ugyanolyan társasjáték, és emiatt minden egyes újabb társasjáték az újabb izgalmakat, illetve újabb szórakozási lehetőségeket kínál általában, ezért is jó társashozni. Még persze vannak olyan társasok, amik a legtöbb szerintem mondjuk, de vannak olyan társasok, ugye, amik a logikát meg a gondolkodásmódot is tudják fejleszteni. Volt olyan nevező, aki a fővárosból érkezett a Halasi Társas Játékok Éjszakájára. Budapestről érkeztem, és eddig nagyon jók a tapasztalataim, nagyon sok játék közül lehet választani, és így most új emberekkel is megismerkedtem. Nagyon izgalmas szerintem új játékmechanikákat megtanulni, és maga ez a közösségi élmény is, hogy más emberekkel így interakcióban vagyunk, ahogy megtanuljuk az új szabályokat, meg
meg maga a játékélmény is nagyon sok újat tud adni, szerintem így. A Társasjáték Klubnak és a mostani rendezvénynek is helyet adó városi könyvtár igazgatója bízik abban, hogy egyre többen kapnak kedvet az ilyen jellegű programokhoz. Mint ahogy látjuk is, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült nap, hiszen sokan voltak a délutáni megyei versenyen is, meg most is jönnek, és azt gondolom, hogy nem csak a középiskolásokat várjuk, hanem tényleg az 1-től 99 éves korosztályt, nem csak most, hanem egész nyáron, hiszen nem fogunk bezárni, és a klub is fog működni, tehát minden pénteken 13-tól 18-ig nagyon sok szeretettel várunk minden társasjátékrajongót. Új kiállítás látható június 10-től a Halasi Sétáló utcai Közösségek házában. Pénteken 18 órakor nyílik meg a tehetséges fiatal alkotó Cikkely Panni kiállítása. A tárlat mottója: csak abból tudsz adni, ami neked is van. A tárlatot maga az alkotó nyitja meg, az eseményen közre működik a Rumba Gitana együttes. Most pedig felidézzük röviden mai híradónk legfontosabb témaköreit. Tengerészgyalogosok és diplomaták Halason Amerika napot tartottak a Sziládi gimnáziumban. Kézműves és sportos, többféle tábor várja a gyerekeket a vakáció idején. Kicsik, nagyok együtt dobták a kockát, társasjátékok éjszakája a könyvtárban. Kamiont húztak, traktor abroncsot görgettek, erős emberek versengtek Halas főterén. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió híradója csütörtökön este. Kérem, ne kapcsoljanak sehová, hiszen egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várjuk majd Önöket. Most jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a következő 24 órában itt a térségben milyen időre számíthatnak. Aztán pedig a napi mozaikban a Líra Együttes gyermeknapi főtéri koncertjéről mutatunk egy rövid összefoglalót. És ha már zene, akkor maradunk továbbra is ennél a művészeti ágnál, hiszen a 7:30-kor kezdődő Kulturkép magazinunkban nem kevesebb, mint 4 különböző zenei stílussal is ismerkedhetnek majd meg. További kellemes televíziózást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!